Áprilistól több járó betegellátás kapcsán is változás várható az egészségügyi non-profit Kft. Épületén belül. Így például tavasztól új sportorvosi szakrendeléssel is várja a pácienseket az intézmény. Emellett új, nagyobb helyre költözik a foglalkozás egészségügyi szakrendelés, vagy ahogyan többen ismerik, az EKG. A változások okának hátteréről, valamint a fejleményekről dr. Komoroczi Károlyt kérdeztük. A foglalkozás egészségügyi rendelésünk most szerződés között a városüzemeltető Kft-vel, tehát meg fog növekedni a betegforgalma, illetve Ladányban, illetve a régióban is egy új rendelés, egy sportorvosi rendelést szeretnénk nyitni. Ezt az Országos Sportegészségügyi Intézettel karöltve kezdjük meg, valószínűleg, hogy április hó folyamán, és ennek is egy helyiséget, egy rendelőt kellett biztosítanunk. Úgy gondoltuk, hogy időben ez a két rendelés jól kiegészítheti egymást, hiszen a sportorvosi rendelést az csütörtöki nap délutánjára terveznénk, és a foglalkozás egészségügyi rendelés pedig működhet a fennmaradó időben ugyanúgy, mint eddig. Mivel meg fog növekedni a betegforgalom, ezért a régi foglalkozás egészségügyi rendelő már nem tud annyira megfelelni az elvárásoknak, és kapóra jött nekünk az, hogy a sebész doktornál viszont felszabadult egy helyiség. Az említett sebészeti helyiségben korábban traumatológiai rendelés folyt, ma már ezt a feladatot a karcagi Kátai Gábor kórház látja el. A munkálatok két héttel ezelőtt kezdődtek, első lépcsőben az új műtőhelyiséget, ami korábban a gipszelő volt, alkalmassá tették a kisebb sebészeti beavatkozásokra, így a szakrendelésen fennakadás nem volt tapasztalható. Jelenleg a korábbi műtőben folynak az átalakítási munkálatok, hogy a közeljövőben már itt folyhasson a foglalkozás egészségügyi, valamint a sportorvosi szakrendelés is. Hát még benne vagyunk a munkában, én áprilisra tervezzük azt, hogy ez befejeződjön, akkor viszont már be is szeretnénk rendezni, új padlózatot is szeretnénk, illetve új bútorokat is szeretnénk az új rendelésnek, illetve a már régi meglévő foglalkozás egészségügyi rendelésnek, és hát nem titkolt célunk az is, hogy egyre több püspökladányi cég jöjjön hozzánk foglalkozás egészségügyi szolgáltatást igénybe venni. Azt hiszem, hogy egy nagyon szép és új rendelőben egy nagyon jó szolgáltatást tudunk biztosítani, a röntgen az itt lesz velünk szemben, tehát az egy nagyon frappánsan meg lehet oldani majd a tüdőszűrő vizsgálatokat is. A sportorvoslás elsősorban az aktív, rendszeres sporttevékenységet végzők alkalmassági vizsgáját, ellátását, a testedzés kapcsán szerzett betegségek, sérülések kezelését és rehabilitációját szolgálja. A sportorvosi rendelés elsősorban a sportolóknak az alkalmassági vizsgálatát végzi, tehát ez azt jelenti, hogy a városunkban is működnek mindenféle sportklubok, itt nagyon sok gyerek is sportol. Ezeknek a gyerkőcöknek most Debrecenbe kell menni ahhoz, hogy megkapják az engedélyt arra, hogy ők a sportklubban sportolhatnak. Ezután időbeosztás szerint majd itt Püspökladányban is el tudjuk ezeket az alkalmassági vizsgálatokat végezni, tehát nem kell majd a gyerekeknek, vagy a felnőtteknek adott esetben, de szerintem gyerek még talán több sportol itt Ladányban, mint felnőtt. Nem kell Debrecenbe utazniuk ezekért a vizsgálatokért, hanem itt helyben el tudjuk ezeket végezni. Ez olyan szinten kuriózum itt a környéken, hogy egyik városban sincsen, itt még Karcagon sincsen, legközelebb Szoboszlón van, de ugyanez a doktornő jár ki Szoboszlóra is, aki a debreceni rendelést viszi, tehát tényleg ez itt a régióban, ezen az egy helyen lesz ez a rendelés. Mindezek mellett a sportorvoslás feladatkörébe tartozik a népesség egészségi állapotának fejlesztése, ösztönözve a fizikailag aktív, egészségesebb életmódot. Hogy mindenképpen szükség lenne arra, hogy többet sportoljanak az emberek. Én azt látom, hogy nagyon sok gyógyszeres kezelés megelőzhető lenne, hogyha az emberek többet törődnének az egészségükkel. Itt a magas vérnyomással, a magas koleszterinre gondolok, ezek egy 5-10 kiló leadásával a gyógyszeres kezelés akár feleslegessé is válhat, egy enyhébb, egy kezdődő esetben. Tehát, hogyha valakinek egy kezdődő magas vérnyomása van, vagy magas a koleszterin szintje, akkor azt egy megfelelő egészséges életmóddal, egy heti 3-4-szeri, legalább egy fél órás mozgással, illetve egy korszerű táplálkozással, a zsíros ételek kerülésével ki tudná váltani a gyógyszerek szedését. Sajnos a legtöbb ember hát vagy nem szedi a gyógyszereket, vagy pedig inkább beszedi a gyógyszereket, de nem változtat az életmódján. Igaz, hogy az életmódon sokkal nehezebb változtatni, mint bekapkodni a gyógyszereket, de hosszabb távon mindenképpen megéri. És látom a másik végét is, amikor az idősebb pácienseknek panaszkodnak, hogy a doktor úr 10-15 gyógyszert kell szednem.
sajnos, de mindegyik gyógyszerre szükséges, tehát olyankor már nem tudunk mit tenni. Egy 30-40-50 évesen kell arra gondolni, hogy vigyázni kell az egészségünkre, sajnos utána beindulnak olyan folyamatok, ha akkor nem tesszük meg a magunkét, nem vigyázunk az egészségünkre, nem sportolunk, akkor utána már 50-60-70 évesen már nem sok választása van az orvosnak, föl kell érni azokat a szereket, azokat a gyógyszereket, amire szükség van. A munkálatok, mint a burkolás, csempézés, padlózatcsere nem zavarják egyik szakellátást sem. A betegellátás zavartalanul működik jelenleg is a szokott rendelési időkben. A KFT, ahogy a múltban többször is, ez alkalommal is önerőből finanszírozta a több százezer forintba kerülő átalakításokat. Dr. Komoroczi Károly elmondta, a jövőben terveznek pályázati forrásokat is igénybe venni a nagyobb volumenű fejlesztések kapcsán. Non-profit KFT vagyunk, tehát az, ami kis nyereség megtermelődik nálunk minden évben, azokat mi el is költjük ezekre a felújításokra. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy minden hónapban csinálunk valami felújítási munkát, minden hónapban sorra kerül valamelyik rendelő, attól függően, hogy mire van szükség. Ha visszaemlékezünk, tavaly pont egy évvel ezelőtt talán az ügyelet volt, amit befejeztünk, utána volt a röntgen, ahol egy nagy felújítás sorozat ment, ott is még falakat is át kellett építenünk, azt tulajdonképpen most fejeztük be, és akkor most pedig ez a rendelés került sorra, itt a sebészeti gipszelő műtővé alakítás, illetve ez a műtőből pedig a sportorvosi rendelő, illetve a foglalkozás egészségügyi rendelő létrehozása. Ezt a továbbiakban is folytatni fogjuk. Hát ha körbenéznek az épületben, akkor ráfér a felújítása az épület minden egyes pontjára tulajdonképpen. Azt tudom elmondani, hogy van most jó esélyünk arra, hogy talán pályázati alapból is tudjuk kiegészíteni ezeket a finanszírozásokat, akkor az már egy nagyobb volumenű felújítás tehetne lehetővé. Most jelenleg saját erőből így rendelőnként haladgatva apró felújításokra futja, ez a mi önerőnk, de hogyha sikerülne pályázati forrásokat is megszereznünk, mondom, amire talán most van esély, most van kiírás alatt egy szakrendelőnek is egy felújítás, egy pályázat, illetve már tavalyi év folyamán beadtunk egy alapellátást, fejlesztését célzó pályázatot. Ez mind a kettő rendelő felújítással, rendelő építéssel is járna. Remélem, hogy ezek pozitív elbírálást nyernek ezek a pályázatok. A fejlesztése kapcsán megkerestük Rásó János alpolgármestert, aki televíziónknak így nyilatkozott az újítás és a sportorvosi szakrendelés kapcsán. Ez egy régi adósságunk. Több sportegyesület is működik a városban. Nagyon sokan járnak el, például középiskolások versenyszerűen sportolni más egyesületekhez. Óhatatlan az, hogy alkalmanként sérüléseket szenvednek. Az, hogy ezt itt helyben tudjuk biztosítani számukra, ez egy óriási eredmény lesz. Azt hiszem, hogy körülbelül 2 évtizede volt utoljára ilyen szolgáltatás a városunkban. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ez újra fog indulni. Elismeréssel szólhatunk a KFT működéséről, hiszen szinte folyamatosan vannak felújítások. Ennek a nagy többségét önerőből tudják megoldani, ami azt jelenti, hogy nagyon jó gazdálkodás is folyik az intézménynél.